vannak misztikus megtapasztalások, de annak, azoknak a természetét, a forrását pontosan a gyümölcseiből lehet megismerni, hogy az illető előveszi a Bibliát, tanulmányozza a Bibliát, tudja -e hallgatni Isten igéjét, be tudja -e fogadni az Isten igéjét, a hite Isten igéjén alapul-e? A hitnek mindig világos tárgya van. A soha nem homályos, soha nem tártalan, az Isten igé a hit az mindig konkrét tartalommal tartalma. Abba hiszünk, amit Isten mond. Isten azt mondja, hogy Jézus föltámasztotta a halálból. Hallgatom, és elhiszem. De maga semmi, az nem hoz létre hitet. A világ azt gondolja, hogy a, hitünke, a hitet az ember hozza létre. Ő ö, szugerálja a saját magába a föld. A hit az válasz Istenre. És mire válaszolunk? amit Isten mond. Ha azt mondja Isten, hogy én teremtettem a Földet, meghallgatom az ő beszédét, olvasom, ha, 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 ha nyitott vagyok a szívemben, hogy győzöm meg Isten, és létrehozza a hitet bennem, és válaszolok erre, hogy hitem, elfogadom, hogy ő teremtette a Földet és a mennyet. Ha azt mondja Isten igen, hogy harmadnapon föltámadott Jézus Krisztus, nyitott vagyok rá, hogy győzön meg. Hallgatom, hallgatom. És ahogy nyitott vagyok, egyszer csak a Szentlélek meggyőzi a szellememet, megfordítja az állapotomba változáshoz létre, és létrehoz egy valóságos meggyőződés, hogy tényleg igaz az, amit Isten igéje mond, és utána jönnek a megtapasztalások. Először a hit, és utána jön a megtapasztalás. Hittük és megismertük. Nem megismertük és hiszünk, hiszünk, szeret, mi gyakran így akarunk közelíteni Istenhez, hanem hiszünk, hittük és hiszünk és megismerjük. Tehát először a hit, utána jön az ismeret. Miért? Mert a hitnek a tárgyai az mind láthatatlan dolgok az ember érzékszervei fölött állnak. Azokat ha a megismerésre teszem a hangsúlyt, soha a nem tudom megismerni. Egész életemben agnosztikus maradok. Nem tudok, nem tudok róla meggyőződésre jutni. Csak akkor tudok meggyőződésre jutni, hogyha a szívemmel hallgatom, egy nyitottságot hozok létre, és amit hallok, azt nem kidobom magamból, hanem befogadom a szellemembe. Hogy mit tud létrehozni a szívembe? Hitet tud létrehozni bennem? Föl tudja számolni belőlem a szkepticizmust, a hitetlenséget? Én azt tapasztaltam, hogy igen.